Köszöntöm nézőket, Szepesi Tibor képviselőről beszélgetünk, hiszen a jó idő meghozta az aszfaltozás és a járdaépítési munkálatokra is a lehetőséget. Hol kezdődtek ezek a városunkban? Köszöntöm a televízió nézőket, valóban elkezdődtek a járdafelújítások, illetve folytatódnak a már megkezdett járdafelújítások. Két részletre kell külön választani a járdák felújítását. Az egyik, ugye a tavalyi évben nagyon sok helyen a különböző média szolgáltatók, tehát az internetes szolgáltatók, telefonos szolgáltatók kábelt húztak a járdák mellett, és önkormányzatunk kötelezte a szolgáltatókat, hogy állítsák helyre ezeket a járdákat. Több helyen ez nem úgy sikerült, ahogy azt az önkormányzat, illetve az ott lakók is elvárták, ezért egy újabb kötelezvényt kaptak a kivitelezők, hogy ezeket a járdákat már pedig eredeti állapotában használatuknak megfelelően kell visszaállítani, tehát ez az egyik fajta felújítás. A másik az egy sokkal örömtelibb ennél, hiszen ahogy nagyon sokan látják és járnak a főtéren, a Múzeumpark környékén, a Kovács Mihály tagiskola hamarosan elkészül, átadásra kerül, és hát nyilvánvaló, hogy egy újonnan felépített, átépített iskolához különböző jogszabályok is tartoznak. Az egyik ilyen a parkoló kialakítás, tehát örömmel mondhatom, hogy az iskola és a múzeum környékén parkoló kialakítására is fog sor kerülni a járda felújításon túl, hiszen az a járda, amely eddig az iskola előtt húzódott, az igencsak elhasználódott az évtizedek folyamán. A különböző mellette lévő fák gyökerei felnyomták, kipúposodott, tehát alkalmatlan volt arra, hogy egy ilyen szép, megújult környezet elé kerüljön, és így várja a visszatérő diákokat, úgyhogy ez a jelenlegi második felújítás, és hát természetesen a továbbiakban is fog folytatódni a járdafelújítás. Erről én azt gondolom, hogy majd a továbbiakban hírt fogunk adni. Köszönjük szépen! Köszönöm én is!